Sziasztok! Anita vagyok a Siker.guru-ról. Üdvözöllek a csatornámon, ahol az önfejlesztés segítségével segítek neked kiépíteni azt az életet, amilyet te szeretnél, mert én hiszem, hogy számodra bármi lehetséges. A három részes videósorozat egyikét hallod, ahol megtanuljuk, hogy hogyan számoljunk le végleg a halogatással, de most azonnal! Az ezer kilométeres utazás egyetlen lépéssel kezdődik. Az első alaposan utána járt információkból összeállított egyedi tréning részbe, a végezt ki végleg a halogatás, de azonnal a tréningbe, nem csak két teljes bestseller könyvet vontam bele neked, hanem még több tucat értékes blogbejegyzést és hasznos oktató videót is. Alaposan áttanulmányoztam annak érdekében, hogy egy abszolút átfogó képet kapjál arról, hogy miért halogatsz, és azonnal használható eszközöket kapja kezedbe, hogyan ves véget a halogatásnak egyszer és mindenkorra. Továbbá, természetesen saját tapasztalataimból ismerítve érdekes toríkkal kerekítettem le ezt a tréninget, biztosítva ezzel a sikeredet az élet bármely területén. Gondolj csak bele, mi minden lenne lehetséges számodra, ha legyőznéd a halogatást? Ebből a tréningből tehát megtudhatod, miért halogatsz, mibe kerül neked pontosan a halogatás, és olyan stratégiákat és eszközöket kapsz, amivel le tudsz számolni a halogatással. A hibázástól való félelem az emberi természet része. Mivel sok esetben nem tudjuk biztosra a cselekedeteink következményeit, eseményeit, ezért félünk tőle, így halogatjuk. Mert mi van, ha hibázunk? Bizonytalanok vagyunk, félünk. A tudat, hogy hibázhatunk, még bosszant is minket. Úgy gondoljuk, hogy hibázni rossz. Nem is csoda, amivel már igen kicsi korunk óta sajnos erre programoztak minket, igaz? Ne hibáz, rossz hogy ülj eresen, viselkedj! És ha hibáztál, akkor mi történt? Néha súlyos következményekkel járt, igaz? Egyértelmű, hogy mire felnövünk, arra már nem is merünk hibázni, sokszor megmoczanni se. Mert félünk a súlyos következményektől. És, hogyha már a szüleink nem akarnak minket nagykorunkba úgymond büntetni, akkor mit csinálunk? Önbüntetünk, igaz? Mert annyira hozzászoktunk, hogy a hibához mindig súlyos büntetési következmény jár. De álljunk már meg egy szóra, és nézzünk fel az ég felé, hiszen felnőttünk! Most már mi, én, te, mi határozzuk meg a hibázásnak a fogalmát. Mi van akkor, hogyha már készen állsz arra, hogy megfizesd a siker árát, és a hibázásra úgy tekintenél, ami közelebb visz téged a céljaid eléréséhez, nem pedig, mint egy büntethető dolgot. A hibázás előre kell, hogy lendítsen minket. Meg kell tanulnod szeretni a hibázást. Meg kell tanulnod hibázni. Itt van egy Michael Jordan NBA idézet, ami így hangzik. Több mint 900 dobást vétettem el a karrierem során. Majdnem 300 mérkőzést vesztettem el. 26-szor bízták rám a meccset eldöntő dobást, amit aztán elhibáztam. Újra és újra és újra hibáztam életem során. Ezért lettem sikeres. Vagy ahogy D.K. Arnegé is megmondta, hogy győzd le a hibázástól való félelmedet azzal, hogy felkészülsz a lehető legrosszabb eshetőségre. Mindig kérdezd meg magadtól a következő varás kérdést. Mi a legrosszabb, ami történhet? Ha a válasz nem halál, akkor azt ajánlom neked, hogy vágjál bele. Te mit halogatsz a hibázástól való félelem miatt? Itt a következő feladat. Vedd elő a halogatott tevékenységek listáját, és vizsgáld meg mindegyiket, és kérdezd meg magadtól a következő kérdést. Mi a legrosszabb, ami történhet, ha megcsinálom? jegyzeted le magadnak a válaszokat. Itt a következő pontunk, a harmadik pont, a sikertől való félelem. A hibázástól való félelemhez szerfelett hasonlóan a sikertől való félelem is önmagunk szabotálását jelenti. Az eredmény ugyanaz, az egyén halogat. Mi fog megváltozni? Sokszor ugyanis annyira rettegünk a változástól, hogy inkább megmaradunk a jó kis langyos vízben és halogatunk, elkerülve ezzel nem csak a sikert, a hibázást, de magát az életet is. Miért rettegünk ennyire a változástól? Agyunk úgy van húzalozva, hogy megóvjon minket az ismeretlentől és a rizikótól. Amit ismerünk, amiről tudjuk, hogy hogyan működik, attól nem félünk, hanem kényelemben érezzük magunkat. Erre szokták azt mondani, hogy a komfort belül él az ember. Ezzel nem is lenne úgy semmi gond, viszont a hátulütője az, hogy attól, mert te még kényerembe érzed magadat, még ugyanúgy szenvedhetsz és boldogtalan lehetsz, mert nem mered megtenni azokat a dolgokat, amik innen téged segítenének kimászni. Feladat Kérdezd meg magadtól a következő kérdéseket, majd jegyzeted le őket. Attól félsz, ha sikeres leszel, akkor mások kinevetnek, csalónak, látnak? Ideges vagy amiatt, hogy esetleg nem úgy teljesítesz, ahogy elvárják, mivel a siker általában nagyobb felelősséggel jár, és úgy gondolod, hogy megszégyenülsz? Mi történne, ha sikerrel járnál? Mi fog megváltozni a számodra? Kérlek, vedd komolyan ezeket a feladatokat, és hogyha még csak egy-egy perc erejéig is, de igyekezd mind megválaszolni. Itt van egy példa. Ha minden reggel felkelek és kimegyek futni, akkor sikerrel járok és formába jövök, ami azt jelenti, hogy egy szex istennő leszek, és attól félek, hogy akkor más férfiak is fognak utánom érdeklődni, és tönkre megy a férjemmel a kapcsolatom. De mivel szeretem a férjem, és itt vannak a gyerekek, ezért nem fogok reggel felkelni és kimenni futni. Itt egy másik példa. Ha nekiállok videókat forgatni, akkor sikerrel járok, és óriási felelősség fogja nyomni a vállamat, hogy jól teljesítsek, folyamatosan dolgozzak, le leszek kötve, ráadásul gondját kell viselnem a vásárlóimnak is, nem is beszélve arról, hogy meg fognak kritizálni, mert látható leszek, és sokan vissza fognak utasítani. Mindkettő mérhetetlenül fájdalmas dolog, nem is csoda, hogy a legtöbb ember nem szeret videókban szerepelni. Na, de itt is van a negyedik pont, hogy miért halogatunk. Ez pedig lehet a tökéletességre való túlzott törekvés. Ezzel lehet, hogy tudsz azonosulni, én biztosan. Ez is egy belső félelem, hogy nem leszünk képesek megfelelni az elvárásoknak, nem lesz elég jó az eredmény, ezért halogatunk inkább. Amikor én úgy döntöttem, hogy videókat fogok forgatni, előtte be kellett szerezzek mindent, <laughs> zöld anyagot a háttérnek, megfelelő hátteret a Google-ban, amit majd beszúrhatok, tökéletesnek kellett lenni a hajamnak, a sminknek, ne is beszéljek a fényekről, a hangbeállításokról, a mikrofon, a különböző videóminőségi szoftverekről, majd pedig utána, még mielőtt feltöltöttem volna akárhova is, tökéletesen meg kellett vágni, kiszerkeszteni belőle azokat a részeket, amik nem voltak rám nézve előnyösek, órákat töltögettem el videók nézegetésével, ahol arról oktattak, hogy hogyan kell a fényeket professzionálisan beállítani, majd nap-napot vesztegettem el azzal, hogy a Photoshop és a Premiere Pro nevű videószerkesztő programot tanultam, hogy hogyan kell a legjobb minőségű zöld hátteret átalakítani egy másik háttérre. Majd amikor már minden készen volt hónapokkal később, kitaláltam, hogy majd akkor fogok én igazi videókat forgatni és feltenni YouTube-ra, hogyha kifehérítettem a fogaimat, mert hát ugye az úgy igazából szép és esztétikus. Majd amikor ez is megtörtént, az új ötletem az volt, hogy majd akkor fogom kitenni őket, hogyha leadtam 5 kilót, mert hát kivesz komolyan egy túlsúlyos önfejlesztő trénert. Így mentek a napok, hetek, hónapok, majd mivel teherben estem, ezért az évek is, hogy bármi fontosat csináltam volna az én üzletemben, a videók terén. Tehát, tökéletes videókat akartam gyártani, és nagyon későn vettem észre, hogy a tökéletességre való törekvést egyszerűen a halogatásra használtam fel, mert féltem és rettegtem attól, hogy nem fog nektek tetszeni, és hogy vissza fogtok utasítani. Majd szerencsére az akkori kocsom megkérdezte, hogy mert mit gondolsz, hogy ha feltöltenél tíz videót a Youtube-ra, ki a fele nézné meg? Viszont nagyon-nagyon igaza volt, és hogyha nem kezdi el az ember gyakorolni, akkor nem fog benne fejlődni. Na tehát, egy másik példát is elhoztam nektek, méghozzá a saját ruhakereskedelmi cégünk példáját, a Koala Trachtent. Ennek a keretein belül halogattam azt, ami a legfontosabb lett volna, a vevőszerzés. Miért? Mert fájdalmasak voltak azok a visszautasítások, visszautasítás fájdalmától való félelem. Így hát halogattam. Hogyan? hát weboldallal, fényképezéssel, katalógus készítéssel. Mindent csináltam, csak az új vevőket ne kelljen már felhívnom. Például én voltam a felelős a Kola Trachten weboldalának a kifejlesztéséért, ami valljuk be egy B2B offline, online egyáltalán nem lehet rendelni nálunk, üzletben nem játszik feltétlenül nagy szerepet. Hónapokat vesztegettem el azzal, hogy nekiálltam HTML 5 programozó nyelvet tanulni, majd írtam egy kódot és megszerkesztettem egy nagyon alap, szörnyű és csapnivaló dizájnnal rendelkező weboldalt. Majd pedig kitanultam, hogy hogyan kell profi termékfotókat csinálni, hiszen véleményem szerint mindenképpen kellettek a weboldalra, hiszen kivennek komolyan, hogyha nincsenek stúdióban készített termékképek de pénzünk nem volt arra, hogy ezt mással csináltassuk meg, ezért ez is egy szuper kifogás volt. Katalógus is, is kellett, méghozzá nem is akármilyen. Photoshoppal profi megszerkesztett és nyomdában kinyomtatott katalógus, ami szintén egy teljes hónapot vett el az életemből, és abból az időből, amit vevőszerzésre kellett volna fordítanom. De itt még nem álltam ám meg. A logótervezés nagyon fontos dolog, és komolyra vettem. Néha éjjel forgulódva az ágyamban azon gondolkodtam, hogy kék, vagy piros, vagy piros, vagy zöld árnyalatban lenne a legjobb a logó, mi az, hogyha legyen sarka, vagy nem legyen sarka. Napokig a logón dolgoztam. Még mindig megvan az a mappa, amiben több tucat különböző logót gyűjtöttem össze. Rengeteg ilyen és ehhez hasonló tevékenységet használtam fel a halogatásra. Most már tudom, hogy a fiverr.com-on 5 dollárért bárki szerkeszt nekem egy csodálatos logót egy perc leforgása alatt. Most már szerencsére jóval észszerűbben közelítem meg az új dolgokat, és az itt leírt technikákkal sikerült legyőznöm a halogatást, és azokra a dolgokra fókuszálni, amik valójában a legfontosabbak, és a leggyorsabban visznek engem közelebb a céljaimhoz, majd pedig a félelem ellenére cselekedni és csinálni, nem pedig halogatni. Feladat! érzed -e valamelyik területen, hogy nem leszel képes megfelelni az elvárásoknak, és nem lesz elég jó az eredmény? Ennél a pontnál fontos egy átgondolt célkitűző munkamenet, a pontos tevékenységek listája minden kitűzött célhoz és a megfelelő prioritások felállítása a Pareto elv és a Stephen Covey féle Fontossági sürgősségi mátrix segítségével, amelyet szintén a munkafüzetben találsz. Itt is a következő pontunk, ötödik pont, túlterheltség érzése. Túl sok minden van a tányérodon, és nem tudod, mivel kezdj, így hát halogat. Ehelyett olyan dolgokat csinálsz, amik azonnali örömet okoznak, mint például e-maileket olvasgatsz, Facebookot böngészed, átnézed a híreket, videójátékot játszol, vagy Youtube videókat nézel. Amikor sok párhuzamos feladattal zsonglőrködünk, akkor a sokat akar a szarka, de nem bírja a farka szindróma az egyik legfőbb oka a nehezebb és kényelmetlenebb dolgok halogatásának. Ebben az esetben általában a könnyebb, pozitív érzelmekkel társuló, kényelmesebb feladatokat részesítjük előnybe, míg a negatív érzelmekkel társuló, nehezebb és kényelmetlenebb feladatokat halogatjuk. Az előző ponthoz hasonlóan, amíg nincs meg a céljaid listája és az életed minden területére értem, a célokhoz a megfelelő tevékenységek felsorolása, és ez, nin és ez nincsen prioritás és fontossági sürgősségi szempontból rendezve, addig ne is csodálkozzál azon, hogy káosz miatt a túlterheltség érzése uralkodik el rajtad, és automatikusan tudat alatt halogatsz. A másik eshetőség pedig, amikor életünk egyetlen egy területe teljes mértékben lefoglalja figyelmünket. Mint például a párkapcsolati problémák beindíthatják az aggodalmat, és teljesen lebénítanak minket egész nap, egész héten. A tetemes hitelkártya adósságoknak ugyanez lehet a hatása. Egy új ház vásárlása drámaian megemelheti a stressz és teljesen leterhelhet, igaz? A túl sok információtól szintén túlterhetnek érezhetjük magunkat, hogy csak a közösségi médiáról beszéljünk. Persze, hogy Tom Hanks is megmondta a Philadelphia című filmben, minden problémának van megoldása. Ha a hitelkártya egyenleged miatt sokat aggódsz és csapdában érzed magad, szükségszerű és elkerülhetetlen, hogy összeállíts egy abszolút észszerű tervet a visszafizetésére, Azonosítsad be tehát az okokat, és kezeld a helyzetet tudatosan. Általában ez a legkézenfekvőbb és legegyszerűbb megoldás. Itt van a következő pontunk, hatodik pont. Lustaság! A krónikus halogatók egyáltalán nem lusták. A lustaságot sokan természetesen jellemvonásnak tartják de ennek a viselkedésnek általában van egy kiváltó oka. A helyzet kulcsa, mint mindig, hogy ismerjük fel ezt a kiváltó okot. Általában, hogyha nem is világos számunkra, hogy miért fontos a halogatott tevékenység elvégzése, akkor halogatjuk tovább. Itt mindenképpen fontos egy erős miért hozzá kapcsolása a tevékenységhez. Ezt kétféleképpen tudod megoldani. Az egyik, amikor irdatlan erős pozitív érzelmeket csatolsz a tevékenység elvégzésével járó eredményhez, a másik pedig, igen, kitaláltad, amikor irdatlan erős negatív érzelmeket csatolsz hozzá. A megfelelő miért megtalálása elpusztítja a lustaságot, és ezzel együtt segít átlendülni a halogatás szokásán is, hiszen ha megvan a megfelelő miért, akkor a hogyan már nem lesz nehéz, mivel az erős felhajtó erőt biztosítja a cselekvést is. Remélem tetszett ez a kis rövid részlet a hangoskönyvemből, illetve az e-bookomból, amit én jómagam írtam. Végleg végez ki a halogatást, de azonnal címmel. Hogyha érdekelne a teljes anyag, akkor mindenképpen látogassál el az andrade-anita.hu weboldalra. Köszönöm, hogy itt voltál, ne felejts el feliratkozni a csatornára, hiszen minden csütörtökön kijövök egy vadonatúj önfejlesztő videóval. Ha tetszett, akkor oszd meg egy jó barátoddal, és ne felejts el a feliratkozásnál ráklikkelni a harangocska gombra, hogy értesítést kapjál akkor, amikor kijön egy új videó. A hétre jó fejlődést kívánok neked, és lendületes nem halogatást! Szia!